akik a határon túlról jöttek, vannak, akik Budapest mellől Fótról, de itt összegyűltünk, Baján, a barátok templomában. Nagyon szépen köszönjük Schindler Mátyás plébános úrnak a befogadást és a meghívást, és egy olyan muzsikával készültünk, amelyet egy különleges koncert keretében szeretnénk idehozni. Adventi hangverseny, de népzene, és végig a népzene nyelvét fogjuk használni, köré fonunk még verseket, és olyan gondolatokat, amelyek segítenek a lelkünket előkészíteni arra a csodára, amelyre mindig újra és újra megszületünk. Arra kérjük a kedves közönséget, hogy jöjjenek közelebb, hiszen a koncertnek a zenei élménye akkor lesz teljes, hogyha hallanak minden apró kis rezdülést, és ahogy próbáztunk, mivel hangosítás nélkül muzsikálunk, nem tudjuk a teljes tempót betölteni a hangunkkal, vagy lehet, hogy igen, de nem vennénk annyira a szívünkre, hogyha valaki lemaradna egy-egy gondolatból. Úgyhogy nagyon kérem, hogy jöjjenek nyugodtan közelebb, még van hely az előszakadóban. A Népzenei Kamaraműhely következő muzsikája Moldvába kalauzol bennünket, az összeállítás címe Ha folyó víz volni.
talán először együtt Magyarországon. Szokolai Dombó Balázs, és akkor mi így ketten vagyunk egy duó. Tavaly lemezt is adtunk ki, és nagyon Balázs elfogadta ezt a meghívást, és eljött velünk erre a számukra nagyon fontos koncertre itt Baján. A szám címe Sír az út előttem. Mondd, hogy
semmit láttam. Nehéz lenni, tudod, Uram? Szívünk, szemünk úgy tele van fájdalommal, szenvedéssel, hogy azt nem érjük fel észre. Körülöttünk annyi zaj van, a testtel is csak a baj van, a lélek meg. Szem a lélek, de nem éli a szentséget. Kő a szívünk, fáradt, nehéz. Szemünk csak a képekre néz, tükrök közé vagyunk zárva. Nem látom ki a világra. Vértesz fel a kellő hittel, hogy törvényed ne feledjük. Eged alatt megyünk. Együtt. Tanuljunk világot látni, indulatainkkal bánni, tisztán állni, mint a gyermek. Viselni a közös teret. Éljük át a mások részét. Legyen bennünk újra részét. Legyen bennünk hit. Alázat. Éljünk, építs nekünk házat. Köszönjük szépen! Most ismét tanítványainkkal fogunk együtt muzsikálni. Innen nézem. Úgyhogy a számok egy nagyobb csokrot fognak alkotni, aminek a címe az, hogy Évkör. És ebben historikus dallammal kezdjük, jelenti magát Jézus kezdetű. Utána egy regősének lesz, de nagyon különleges, hiszen a regősének Dunántúlon van elterjedve, tehát onnan sikerült összegyűjteni. A ország más területeiről nem nagyon, sőt, szinte egyáltalán, és mégis Székelyföldről származik egy regősének. Hát ezt fogjuk előadni egy kis átdolgozásban. Utána pedig a karácsony névnap köszöntő jelenik meg egy énekben, és a végén már ugye a karácsony a Módvai Csándoroknál tartozó kecskézés jelenik meg ebben a csokorban. Yeah.
Thank you.
ne valakinek a bölcsességéből. Sőt, senki megingatásából jöttünk kigyelni hádikot, hanem amit őseink szokták. Mi is azok gyomlokát követjük. Köszönöm!
Szeretnénk ismét egy szép verset meghallgatni Andrából. Csiga jövő. Közeleg az ember fia. Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia, aki nem tőlem és nem tőled kap életet. Néhány pásztornak, akik sohasem öltek nyulat, nem hordoznak emberölő szerszámot, megjelenik az és megjelenik a csillag. És tele lesz dallal a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre, és tudni fogjuk, hogy ő az. Eljönnek az acéltőzők fejedelmei, a petróleum lányák frankos császárai, s könnyen a szemünkbe vetérdelnek elé. Mert ő lesz, akinek megtisztál a szeme, legerősebb részen a karján, és szemét arcával ragyog az örök építők acélos vidámsága. Ő megmutatja minden vándornak az utat, minden tőlegőnek az igazságot, és minden hatoknak az életet. Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont. Nem ad fegyvert, hanem kenyeret. Ma még sírunk, ma még sötét van, de már közeledik az éj, mely szüli a hajlát. Eljön, minden bizonyja eljön. És ahogy beszéltetünk,
Ha csak most, amikor a legsötétebb össze az éjszaka, az csak közös nyomorúság. Ha nem születik évközben, kézfogása, mosolya, kitartó erőfeszítését által, csendes, a teremtést együtt csodáló, kutatgató, témálás és tépeletését ide, akkor ez a mostani időben csak ítélet rajtuk. Mennyi születés lehetőség egy év, egy hónap, egy hét, egy nap, akárcsak egy perc is. Mit meghal, mind meg nem hal a fotón. Egyetlen perc állás. Mit ér a mostani Krisztus születés? A földön a kárpát csak szántottuk, de nem ápoltuk. Ha nem vettük észre, hogy apánk és anyánk egyedül, hogy a gyerekek csemerek szerte, amire fázik. Csillogok az időkben, körbetekert, lombjukat vesztett fák az ablakon, ha előtt. Tidereg a lélek, a sok elsőített hangok, a kórházi osztály, a hajléktalan szám, a börtönlások, a szegénység és a magány szépen a volt. Krisztus születik. Születik-e Krisztusnak? Születik-e Krisztus a kiszipolyozott földön? A műanyagokkal viselős óceánból, a gázokkal telepöfölött levegőből. Ha nekik nem, nekünk sem lesz éjszakai csendben fölségek. Örök lehetségesek. Hallgatom a csendet. Tízet ütött már az óra. Térjetek már nyugodóra. A szomszéd tornyokból idáig hangzik az imókon át az inszilenció. Hogy el ne aludjunk. Hallgat a város. Ködüli. Felejtél, vagy talán már érdele a csöndi a holnapi feladatot? Mondd el imád. Tudja-e még, hogy ő most is köszönt megvégezni? Lépj meg együtt a kemencben, tán egy őszítés. Álmában horkna vatka, fölrjön, fejét a csillagokra emel. Életet szimatol, ahogy én is. Te messze. Még nekik is tudod ez a mostani téli világ. Hamarosan Krisztus született. Krisztus születik, tartsuk imádatot, és emlékezzünk az előtte, az előttünk lévő, de már is folyó időre, legalább ilyenkor, advent idején karácsony előtt. Kész azt, mint hogy mondjak áldást, nehéz áldást mondani, valahogy, hogy nem körülő áldást mondani. Elég egy melankólikus hangulatom az, amit felolvastam. Ugyanakkor az a valamit nem sokan hallani fogok örvendezőben, mégiscsak az életről szól. És akik az életről életelnek, a gyerekről életelnek, azok mindig áldást érnek. És áldjon meg titeket. Köszönhetem kerülni, köszönhetem kerülni ezt a gyönyörűt nektek, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent.
Egy kánon következik, ez egy moldvai egyházi népének, és ez tünde találmánya, hogy úgy szerkesztették, hogy minden megmaradt úgy, ahogy volt, csak egy háromszólamú kánon lett belőle. Thank you.
hogy ezt pontosan ilyen hangszereléssel előadhatták, de hogy a duda az nagyon meghatározó volt mindenütt, és ezért nagy szeretettel fogadtuk meg örömmel, hogy Balázs azt mondta, hát akkor ebben dudálni fog. És arra kérem, hogy az utolsó számot is használja azt a hangszert, most következik az utolsó szám. Ez azért érdekes, mert igazából egy karácsonyi tartalmú ének, amelynek más kisebb szövegfordulatai vannak, viszont mi keresünk hozzá olyan szövegeket, amelyek nagyon kedvesek nekünk ebben az időszakban, és így született meg ez a Zöld az erdő, Zöld a petrezselyen című kis összeállítás, amely a koncertünknek az áldozatához. Majd azt szeretnénk kérni, hogy az utolsó verszakot addigra már megtanulja mindenki a dallamot, és egy énekelhető magasságban lesz, és akkor az a kérésünk, hogy akkor már a szöveg is ismétlődik, hogy akkor mindenki kapcsolódjon be, majd azon jelezzük. Igen, mert ami ismétlődik, többször legyél boldog, örvendek.